Ő itt Dani. 2022 nyarán majdnem képviselő lett. Mondhatjuk úgy is, hogy sok szavazattal vesztett. Dani újra elindul a Hajdúhegyen egyéni képviselőként, sőt, ő az egyetlen polgármester jelölt, aki nem fideszes. Ez most full komoly. A két farkú kutyapár támogatja. Dani szerint a mostani városvezetés ellopott 5 évet az egriektől. Többek közt. Ezek mind ugyanazok, csak az egyik rosszat cseréltük a másikra. Szokta mondogatni. Dani abban hisz, hogy az igazi politikai törésvonalak nem bal és jobboldali pártok vagy eszmék között húzódnak, hanem a közpénzhez való viszonyon mérhető le. Dani és a csapata írt egy programot, amelyet a következő 5 évben szeretnének megvalósítani, egy élhető város alapjait megteremteni. Egy új irány, ami apró, de következetes lépésekkel haladva egy toleráns, egymás megbecsülő és segítő emberek békésebb közösségéhez vezethet. Nincs többi urambátyám, minden szerződés nyilvánosságra fognak hozni, és eltörlik a meghívásos közbeszerzést, így több 100 millió forint is megspórolható. A többi jön magától. Ennyire egyszerű. 2024. június 9-én szavaz Danira és a körzeti jelöltjeire.